Sziasztok! A tegnap kaptam meg a második oltást a kínai Sinopharm vakcinából Győrben, és ebben a videóban szeretném nektek röviden összefoglalni azt, hogy nálam milyen mellékhatások jelentkeztek az oltást követően. Én már a vakcina mind a két dózisán túl vagyok. Az eseményeket fordított időrendben fogom nektek elmesélni. Ha érdekel a téma, akkor ezt egy lájkkal, illetve a feliratkozásoddal tudod felém jelezni. Fontos, hogy a videó elkészültének a pillanatában körülbelül 24 órája kaptam meg a második oltást. Tehát az esetlegesen később jelentkező mellékhatásokról, ha lesznek, akkor azokról egy későbbi videóban tudok neked beszámolni. Akkor először is nézzük meg azt, hogy közvetlenül az oltás után mit éreztem. Közvetlenül a második oltás beadása után annyit éreztem, tehát ugye közvetlenül az oltás beadása után kiküldtek minket a kórházban egy ilyen várakozó helyre, és ugye ott kellett maradni megfigyelésre a kórházban egy ilyen külön részre, amire ugye azért volt szükség, hogy lássák az orvosok, hogy jelentkezik-e bármilyen azonnal fellépő tünet, vagy bármilyen súlyos mellékhatás. A legelső tünet, amit az oltás után éreztem, azt, hogy az oltás helye meleg lett. Tehát melegséget éreztem közvetlenül az oltás helyén. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor, tudjátok, vannak ilyen elektromos tűzhelyek. Mint amikor egy ilyen elektromos tűzhelyt bekapcsolsz, és közvetlenül így fölé teszed a kezedet. Na körülbelül, és érzed azt az áradó melegséget, a tűzhelyből áradó melegséget. Körülbelül ilyen szintű melegséget éreztem közvetlenül az injekció után az oltás helyén. Tehát igazából azt éreztem, hogy meglehetősen meleg az oltás helye. Illetve amikor ugye letelt ez a megfigyelési időszak, ami nekem körülbelül ilyen fél óra volt, akkor fél óra után elengedtek minket a kórházból, és amikor hazafelé jöttem Győrből a busszal, akkor a buszon éreztem egy ilyen minimális szédülés, de igazából semmi komoly. Semmi komoly. És ugye most jelenleg itt tartok, hogy ezek a tünetek jelentkeztek a második oltás után egyelőre. És közvetlenül most arról fogok beszélni, hogy az első oltás után mit éreztem, ami körülbelül 6 héttel ezelőtt volt. Az első oltás utáni napon azt éreztem, hogy egyszerűen az oltás helye az fájt. De ez a fájdalom, ez egy ilyen elviselhető mértékben fájt, tehát igazából semmi komoly dologra nem kell gondolni. Én azt mondom, hogy szerintem egy mélycsipés az egyébként ennél sokkal rosszabb. Tehát igazából annyi volt, hogy egy kicsit meleg volt, illetve fájt az oltás helye. Viszont ugye itt fontos kiemelni azt, hogy ahány különböző ember, annyiféleképpen reagálunk egy oltásra. Tehát amik speciálisan nálam jelentkeztek tünetek, az lehetséges, hogy nálad egy kicsikét másféle tünetek, kicsikét eltérő tünetek fognak jelentkezni, főleg akkor, hogyha például másfajta típusú vakcinát kaptál, vagy másmilyen korcsoportba tartozol. Tehát igazából ahány ember, annyiféle reakció. Tehát a reakciók egy picikét eltérőek lehetnek, azonban ez az eltérés nem jelentős. Tehát az első napon, az oltás után az oltás helye egy picikét fájt. Majd ezután az első oltás utáni
Az első oltást követő második, harmadik hét volt számomra a legkritikusabb szakasz, ugyanis az első dózis utáni második héttől kezdődően nálam jelentkezett egy ilyen szokatlanul erős fejfájás. Azonban ez kibírható volt, és ez sem állandóan tartott. Tehát ugye nem arról van szó, hogy egyfolytában fájt a fejem, hanem igazából éreztem azt, hogy egy picit így lüktet, és hogy elég erősen fáj, de kibírható volt. Azonban igazából teljesen őszintén mondhatom nektek, hogy vannak ennél sokkal rosszabb dolgok. Ennél sokkal rosszabb dolgok. És ez a fejfájás, ez visszatérő volt, tehát ez körülbelül ilyen két és fél hétig tartott folyamatosan, hogy időről időre visszatért. Számomra, ami a legrosszabb tünet volt, az a nagyon gyakran jelentkező ingerlékenység, illetve indulatosság. Körülbelül arra gondolok, hogy igazából a legkisebb dolgokon is iszonyatosan felhúztam magam. Illetve idegeskedtem olyan dolgokon, amiken egyébként teljesen nem kellett volna. Például nem tetszett az, hogy a szomszéd beszólogatott a kutyának, mert az egyik szomszédunk nem szereti a kutyákat, és hogyha látja, hogy éppen nincs kint senki, akkor néha előfordul, hogy beszólogat a kutyának. És amikor hallottam, hogy ezt megteszi, akkor ezen iszonyatosan felhúztam magamat. Két hét alatt két szomszédommal vesztem össze, ami mióta itt lakunk, 28 év alatt igazából soha nem történt meg. Most megtörtént, illetve anyukámmal is rengeteget veszekedtünk. Egyébként anyukám Pfizer oltást kapott, és ő már körülbelül egy hónapja túl van mind a két dózison, és ez a fajta ingerlékenység, ez őnála is jelentkezett. Tehát ez nem hinném, hogy vakcina specifikus lenne. Tehát az ingerlékenység, ez a bosszúság, ez én szerintem minden egyes oltottnál jelentkezhet. Aztán, ami a számomra talán a másik legsúlyosabb tünet volt, ami engem a leginkább érintett, az egyfajta nagyon nagyfokú depresszió és iszonyatos búskomorság, lehangoltság. Tehát itt igazából az volt a lényeg, hogy semminek nem tudtam örülni, ugye nagyon hosszú, folyamatos búskomorságba estem. Például, hogy egy példát felhozzak, most nem régen adtam le az egyetemen a szakdolgozatomat, és befejeztem, tehát most fejeztem be nem régen az első oltás beadása után, és igazából ennek sem tudtam örülni. Tehát, hogy nem éreztem örömet semmi iránt, igazából csak ilyen lehangoltságot és bosszúságot, és igazából az egyedül létnek sem tudtam tömnyire örülni. Na most mire gondolok? Nekünk van, képzeljétek el, lenne egy ilyen jó nagy tévénk, egy ilyen 160 centis LCD tévé, és amikor egyedül vagyok a lakásban, akkor én azt úgy nézhetem, és akkor ez engem boldogsággal tölt el, hogy én ezt nézhetem, pihenhetek, és igazából amikor egyedül voltam, és néztem a tévét, igazából ennek sem tudtam örülni. Tehát ez a fajta melankólia, lehangoltság, ez folyamatosan jelentkezett a vakcina hatása alatt, tehát az első dózis beadása után, utáni második, harmadik héten folyamatosan. Egyébként aztán elgondolkodtam, hogy ez, tehát nyilván ugye, ahogy mondtam, hogy amennyi ember, annyiféle mellékhatás. Tehát az, hogy nálam ez jelentkezett, nem jelenti azt, hogy minden egyes embernél jelentkezni fog ez a fajta búskomorság, illetve agresszió. Anyukámnál egyébként szintén jelentkezett, aki egyébként Pfizert kapott. Tehát igen. Egyébként éppen tegnap egy brit youtuber csajtól hallottam, hogy ez a nagyon nagymértékű agresszió, ez valószínűsíthető, hogy a vakcinák egyik biztos mellékhatása lehet. Egyébként a tanulom magam at is
csináltál róla egy nagyon jó videót, hogy az utóbbi időben elképesztő mértékben megnőtt a családon belüli erőszak Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ebben talán egy picikét közrejátszhatnak a vakcinák is. Most nyilván ennek, hogy megnőtt a családon belüli erőszak, ennek több oka lehet. Tehát főként ugye az, hogy már körülbelül több mint egy éve be vagyunk zárva, korlátozva vagyunk annak érdekében, hogy visszaszorítsuk a járvány terjedését. Tehát annak, hogy a családon belüli erőszak jelentősen megnövekedett, manapság ennek több oka lehet, és nem mondom azt, hogy ennek a vakcina a kiváltó fő oka, viszont a vakcinának az egyik mellékhatása lehet ez a fajta hiperagresszió, illetve agresszivitás. Tehát kisebb-nagyobb mértékben elképzelhető, hogy ez is hozzájárult ehhez a tényezőhöz, de ebben nem vagyok biztos. Tehát ez nem biztos, hogy a vakcinától van, lehet, hogy a bezártságtól. Illetve az egyik legjellemzőbb és az egyik legrosszabb tünet, amit én személy szerint átértem, az ez a fajta elveszettség érzete. Tehát, hogy azt éreztem, hogy nekem semmi nem sikerül, semmi nem úgy jön össze, hogy elterveztem. Tehát ez a tipikus annak az érzése, hogy rosszul érzed magad a bőrödben. Nem tudsz örülni semminek, és igazából nem örülsz annak sem, hogy élsz. Tehát akármit érsz el, bármit érsz el, akár a munkahelyeden vagy, akár még suliba jársz, nem igazán tudsz örülni a dolgoknak, tehát ez a fajta hosszantartó depresszió szerintem az oltásnak az egyik legtipikusabb mellékhatása. Tehát én úgy gondolom, hogy a Sinopharm vakcina esetében, legalábbis nálam, többnyire ilyen pszichológiai tünetek jelentkeztek. Tehát ami fizikai tünet volt, az egyedül ez a fajta, egyedül az, hogy az oltás utáni napon fájt az oltásnak a helye elviselhető mértékben, hát illetve persze még a fejfájás, ez a hullámokban visszatérő fejfájás. De ezeken kívül a vakcinának én csak ilyen pszichológiai tüneteit észleltem, tehát nagyon-nagyon nagyfokú lobbanékonyság, illetve ennek az elveszettségnek, reménytelenségnek az érzése volt az, amit főként éreztem. Aztán talán még annyit említenék meg, hogy nyilván a különböző vakcináknak, tehát Pfizernek, Sputniknak, AstraZenecának és a Sinopharmnak is különböző típusú vakcinának különböző típusú mellékhatásai lehetnek különböző embereknél. Tehát ugye az, hogy én nálam ezek a legfőképpen pszichológiai tünetek jelentkeznek, ettől még nem biztos az, hogy amennyiben te például AstraZenecát kaptál, és mondjuk 50 éves vagy, akkor nem biztos, hogy nálad is ugyanezek a tünetek fognak jelentkezni. Tehát lehet, hogyha ha másik vakcinát kaptál, ha másik korcsoportba tartozol, 40 éves vagy, 40-60 vagy 70 éves vagy, akkor elképzelhető, hogy nálad más tünetek lépnek fel. Tehát lehet, hogy például olyat is hallottam, hogy ismerősöm például azt hiszem, hogy háromszor hányt az AstraZenecától. Tehát az, hogy kinél milyen tünetek jelentkeznek, ez rendkívül sok tényezőtől függ. Nem csak a vakcina típusától függ, hanem függ az adott személy fizikumától, testfelépítésétől, illetve hát nem azt mondom, hogy adottságaitól, hanem rendkívül sok környezeti, fizikai tényezőtől függ, nem csak magától, az oltóanyagtól. Volt olyan ismerősöm, aki például azt a zenekát kapott, és ő azt mondta, arról számolt be, hogy két héten keresztül egyfolytában hányt. Tehát lehet, hogy nálad egészen más tünetek lépnek fel, de az is lehet, hogy például egyáltalán nem tapasztalsz tüneteket. Például anyukám annyit tapasztalt, hogy hát egyrészt ugye mondtam, hogy ez az agresszió, lobbanékonyság, ingerlékenység, ez nála is megvolt, egyébként így most is többnyire megvan,
de az is elképzelhető, hogy te például egyáltalán nem tapasztalsz tüneteket. Talán az egyik legfőbb üzenetem ebben a videóban, hogy én, amit a legfontosabbnak tartok, az tényleg az, hogy fontos, hogy a tudatában legyünk ezeknek a lehetséges enyhe mellékhatásoknak. Tehát legyünk annak a tudatában, hogy most amennyiben a párunk, amennyiben a férjed vagy a feleséged az oltást követő egy-két hétig ingerlékenyebb veled, bosszúsabb, akkor tudnod kell, hogy ez valószínűleg az oltás egyik mellékhatása. Úgyhogy én tényleg azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ebben a nehéz oltás utáni időszakban most különösen legyünk megértőek és elnézőek a másikkal szemben. Ugyanis én saját magamon tapasztalom, hogy az, hogy az ember ingerlékenyebb, az, hogy lobbanékonyabb, az, hogy lehangoltabb, vagy mondjuk a párod, ha párod lehangoltabb, sokat alszik, akkor ez nem azért van, mert ő lusta, vagy mondjuk bunkó akar lenni, hanem ez a vakcinának az egyik valószínűsíthető mellékhatása. Tehát nagyon fontos, hogy most különösen oda kell figyelnünk a másikra, és meg kell érteni, hogy ez a vakcinának az egyik valószínűsíthető mellékhatása. Tehát legyünk a másikkal kedvesek és megértőek. Illetve én személy szerint úgy gondolom, hogy na most azt tudjuk, hogy ez a koronavírus, ez a szakértők szerint, illetve Rusvai professzor is erről nyilatkozott többször is, hogy ez a koronavírus, ez egy rendkívül virulens vírus. Ez azt jelenti, hogy rendkívül gyorsan terjed emberek között, tehát emberről emberre terjed rendkívül gyors mértékben. És ami különösen veszélyessé teszi a koronavírust, az, hogy igazából külső tünetei nem igazán vannak. Tehát gyakorlatilag nem tudod megmondani azt, hogy valaki koronavírusos-e vagy sem, és mindemellett még rendkívül gyorsan is terjed emberről emberre. Tehát emiatt egy rendkívül alattomos vírussal van dolgunk, hiszen nem tudhatod azt, hogy a másik koronavírusos-e vagy sem, hogy a másik ember veszélyt jelent-e számunkra vagy sem. Tehát lényegében, összegezve a dolgokat, én úgy gondolom, hogy alapvetően két megoldás létezik. Két út van előttünk. Az egyik lehetőség az, hogy vagy beoltatod magad, ezáltal csökkentve a későbbi fertőzésnek a kockázatát. Tehát, hogyha beoltatod magad, akkor bizonyítottan akkor sem esik különösebb bajod, hogyha elkapod a vírust. Tehát, hogyha beoltatod magad, és ezután találkozik a szervezeted a vírussal, akkor igazából simán túléled, és semmiféle bajod nem lesz benne, mert nem lesz belőle, mert akkor már a testedben kialakultak ezek az antitestek, amik ugye legyőzik a vírust. Tehát ha beoltatod magad, és ezután kapod el a koronavírus fertőzést, akkor nagy valószínűséggel enyhe tünetekkel át fogod vészelni, semmi komolyat nem fogsz tapasztalni. Na most viszont a másik megoldás, hogyha viszont úgy döntesz, hogy nem oltatod be magad, akkor ezáltal azt kockáztatod, hogy esetlegesen belehalsz a fertőzésbe. De nagy valószínűséggel a vírust el fogod kapni. Tehát a legfőbb üzenetem az tényleg az, hogy igazából ez a két megoldás van, hogy vagy beoltatod magad, vagy elkapod a vírust. Olyan nincs, hogy nem oltatod be magad, és egyébként emellett nem kapod el a vírust, mert téged kikerül a vírus. Nem. Tehát ez erre nagyon kérek minden kedves nézőt, hogy tényleg oltassa be magát, mert hogyha elkapod a vírust, akkor ezzel gyakorlatilag az életed kerül veszélybe. És én értem azt, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ennek a vírusnak a halálozási aránya ez nem sok, tehát nem magas, és nagyon sokan azzal érvelnek, hogy ez nem egy halálos vírus, hogy ez úgysem ebbe fog az emberiség kipusztulni, stb. Én ezt is értem, és valószínűleg ebben is van némi igazság.
Viszont én személy szerint úgy gondolom, hogy az influenzánál azért sokkal halálosabb és veszélyesebb vírussal van dolgunk, ez az egyik veszély. A másik veszély pedig tényleg az, hogy nem tudhatjuk azt, tehát ezzel a vírussal, a koronavírus ezen típusával még nem igazán találkoztunk ezelőtt. Ugye? Tehát nem igazán tudjuk azt, hogy ha elkapod a vírust, tehát ha nem oltatod be magad, és elkapod a vírust, akkor nem tudhatod, hogy később mi lesz. Akkor fennáll annak a veszélye, hogy bizony belehalsz a fertőzésbe. Egyébként kórházban dolgozó ápoló ismerősöm is számolt be ilyenekről, hogy fekszenek tömegével betegek, koronavírusos betegek a kórházakban, és ő mondta el, az ismerősöm, hogy bizony ebbe halt már bele 25 éves fiatal srác is. Úgyhogy összességében tényleg arra szeretnélek kérni, hogyha teheted, akkor oltasd be magad. Az oltással nem csak magadat, de másokat is védesz a fertőzéstől. Végezetül én szeretném megköszönni, hogy végignézted a videómat. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, lájkold a videót, illetve iratkozz fel a csatornára. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!